ragyogást. Baranyai Balázs vagyok, Szentpéterváról, és a mai epizód pedig nem másról fog szólni, mint egy különleges vendégről, ami és aki számomra is meglepetés. Jó estét! Szia, Levente! A történet ott kezdődik, hogy Leventével, mi már azért így szegről végről ismerjük egymást, egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt írtunk egymásra egy... Hogy is mondják ezt magyarul? Hogy ne reklámozzuk azt a... Hát a... Zbukon. és most sikerült összehozni egy találkozót, ugyanis Levente látogatott Szentpétervára munkaügyben. De meséljen ő. Kérlek, mutatkozz be egy kicsit, hogy honnan jöttél, és mit keresel itt Oroszországban? Ó, ezt a kérdést már megkaptam egy párszor. Hát akkor jó estét, illetve szép napot mindenkinek, attól függ, aki mikor nézi ezt az adást. Szabó Leventének hívnak. Én itt élek Oroszországban már 2015 óta, mondhatném. Itt végeztem egyetemen, mesterképzést, emiatt is mond, itt tudtam és itt is akartam maradni. De az eredeti terv szerint ez már így volt, hogy itt akarok lenni. Mit csinálok itt? Hát én fotós vagyok, leginkább balettot fotózom, ezért is ugye van egy közös. Igen, tehát hogy Levente, ha jól emlékszem, akkor Békés Csabáról. Így van. Származott, szóval ott születtél. Így van. És hogy én meg pécsi vagyok, és milyen kicsi a világ, hogy mi mind a ketten emigráltunk Oroszországba, és ugye én balett művészekkel foglalkozom, tehát mint tanár, mester, viszont a Levente meg hihetetlen gyönyörű fotókat csinál balettművészekről ő neki. Ha mondhatom Levente, és kérlek javíts ki, ha rosszul mondom, hogy azért neked van egy egész emblematikus stílusod, stílusjegyeid a fotózás alapján, amiről most már te lehet ismerni téged. Igen, sokat mondják, tehát ez így is van. Tehát így javítani igazából sok mindent nem kell. Nem, van egy nagyon érdekes színvilága Leventének, azt majd egyébként fogok bevágni ide fotókat, hogy a munkádból, hogy a nézők is láthassák, hogy mégis miről vagy a legjobban felismerhető. Hát igen. Igen. A helyszín egyébként, ahol vagyunk, ez egy 110 éves mozi, itt a Nyevszki Prospektről letérve. Bizony. És gyönyörű szép, majd megpróbálok egy-két képet csinálni itt is. Levente, ami engem nagyon érdekelne, hogy te ide jöttél tanulni. Hogyan érted, beszéltél te oroszul előtte? Akkoriban még nem. Hát nyilván ez itt egy nehézséget okozott, hiszen aki már volt itt, az biztos beleütt között ebbe a úgy nehézségbe végül is, hogy itt azért angolul mondják, hogy kicsit beszélek, de ez ott merül ki, hogy mi a nevem, meg hogy honnan jöttem, és akkor ezt el tudtam mondani, de igazán nem nagyon ért meg. Tehát amúgy is én nagyon szerettem volna megtanulni, meg is tanultam oroszul, tehát igen jól beszélem, de akkor nem. És amikor ide jöttem először, én csak szimplán, akkor még egyetemre jártam Budapesten, alapszakon. De mindenféleképpen itt akartam élni, és én úgy kevertem a lapokat, hogy viszonylag hamar megcsináltam a szakomon a kötelező tárgyakat, ezért hamarabb tudtam végezni. Illetve végezni ugyanakkor végeztem, viszont megvoltak a tárgyak hamarabb, tehát nekem volt egy fél évem, ezért hamarabb kijöttem ide. És aztán visszamentem diplomázni, utána viszont itt jártam egyetemre, mert tudtam, hogy később évben ez nekem segíteni fog arra, abban, hogy itt tudjak élni. És Moszkvába érkeztél meg először, vagy mi volt? Ha jól emlékszem, akkor oda, ugye? Az Moszkvába, volt. Először Moszkvába, persze. Utána nyilván Szentpétervár is érdekelt, hiszen sok jót hallottam, és elkezdtem ide járni. Utána ekközben kezdtem el egyébként ezzel az egész fotózással is foglalkozni, tehát én nem konkrétan a fotózás meg a balett miatt jöttem ki, hanem szimplán ez így összeért. Lementem. Engem nagyon érdekelne az, hogy milyen volt az egyetem, te hogyan tudtad magad beintegrálni az itteni mondjuk kultúrába, és az egyetemen hogyan fogadtak téged, hogyan érezted magad az ottani diákokkal? Hát a helyzet az, hogy eléggé egy ilyen international közeg volt az a része, ugyanis ez egy angol nyelvű szak volt. Ez egy mesdunarodni biznisz, tehát egy international biznisz volt. Uh-huh. Én, tehát papír szerint én közgazdász vagyok. Ez egy mesterképzés volt, tehát ezzel nem volt probléma. Tehát nagyon jó szót értek, azért is szeretek itt lenni, ugye, mert jó szót értek az emberekkel. Velük angolul is, de akkor már úgy nekem nagyon hamar rám ragadt az orosz nyelv. Szerencsés vagy. Hát, de akkor lehet, hogy jó a nyelv érzéked ezek szerint. Vagy a szorgalom is megvolt hozzá. Volt a szorgalom is, persze megvolt. Jó, a nyelvérzékem is, ezen nem volt baj sosem. Én már
középiskolában már jól beszéltem angolul például. Hát németül nem, mert azt annyira nem szerettem. De, na mindegy, viszont az orosz nagyon szerettem, ezért igazából, mint ahogy tartja a mondás, hogyan lehet bekerülni a zeneakadémiára, gyakorlással. Az egyetemi évek alatt, illetve még itt van egy nagyon fontos dolog, hogy az egyetemért egyébként kellett fizetned, vagy hogy fizetős? Nem. Nem, mert mivel Budapesten jól tanuló voltam, eléggé, így ez az állam úgymond finanszírozta az itlétemet, meg még egy-két másik országból lévő srácnak, lánynak, ugyanis hát ez végül is egy ösztöndíj volt. Ösztöndíj. Tehát én így tudtam ezt megcsinálni. És az ösztöndíjban zseppénzt is kaptál, vagy pedig kellett mellette dolgozni? Vagy hogyan? Kollégiumban laktál? Vagy lakásbéreltél? Vagy hogyan éltél? Nem, kollégiumban én nem éltem, nem, lakásbéreltem, és volt mellé persze ösztöndíj is, mint anyagiak. Oké. Okay. Bőkezű volt az ország. Ha szabad azt mondani, hogy egy egészséges, sármos magyar férfi, mint aki itt ül mellettem. Kicsit náthás, ugye ezen én is átestem, ugye egy-két vloggal ezelőtt ezt is hallhattátok rajtam, hogy a hölgyek, azokat találkoztál? Vagy mennyire befolyásolták a te tanulmányaidat, vagy hogyan alakult a... Hölgyek? Milyen értelemben? Volt netán barátnő, vagy komolyabb kapcsolatod itt Oroszországban? Volt. Inspiráció? Volt, egy hosszabb kapcsolat volt, aminek már egy ideje vége van, de nyilván az ember nyitott szemmel jár, tehát keresi az utat, tehát persze volt. Nem sokan mondják azt, hogy az orosz nők gyönyörűek. Egyetértesz ezzel? Arányaiban igen. És ez mit jelent számodra? Orosz nőből rengeteg van, de nem mindenki szép. De nem is mindenki csúny. De nem is mindenki csúny. De ez talán tehát ez egy sztereotípia szerintem. Nem. Ezt általában, amikor ezt egy népre rámondják, akkor ezt inkább az arányokat nézik. Aha. Tehát, amikor megyünk az utcán, akkor mennyi szép nővel találkozunk az utcán. És hát itt azért van bőven. Levente. A következő kérdés az lenne, ami engem nagyon érdekel, hogy mesélj már el nekem legalább egy valami olyan pozitív történetet, vagy egy tapasztalást itt Oroszországban, amit szívesen megosztanál velünk, illetve valami negatívumot is, ami mondjuk lehet, hogy kimondottan irritál téged az orosz emberekben. Egy pró és kontra. Tám pontot adsz nekem, hogy milyen téren? Akármi. Nyugodtan. Tehát, hogy ami így adhok, eszedbe jut, hogy mi az mondjuk, amit szeretsz itt, vagy mondjuk valami jó. Az könnyű lesz, hiszen abban van bőven, amit szeretek. Én nagyon szeretem, ez nem is egy event lesz, nem egy eseményről van szó, hanem szimplán mondjuk egy jelenségről. Tehát az ember itt bemegy egy bárhova, ahol embereket fogadnak, ahol például egy bár mondjuk, vagy pedig egy kávézó. Uh-huh. Itt az embert leültetik, szépen beszélnek vele, önözve. Persze sokakat ez zavar, azt tudom, mármint azokon a területeken, ahol ez nem létezik. Persze, magázódás. Nekem ezek a dolgok mind tetszenek. Én némileg úgymond... Egy úriember. De Levente tényleg úgy is öltözködik, nézzétek meg. Egy igazi úriember. Nem ezt akartam mondani, én némileg tradicionálisabb nézteket vallok bizonyos dolgokról. Némileg ilyen keverék a gondolkodásom, de leginkább így, főleg ahogy öregszik az ember, úgy érzem, hogy inkább fordulok át a tradicionális vonalra, mint sem már ez az erős, nyomjuk, liberális vonal, mert az maradjon a fiatalságnak, ha igaz. Na már most, tehát nekem tetszik az, hogy itt az ember, ha bemegy egy helyre, és ott nyilván pénzt költ, akkor ott meg van becsülve. Sok helyen tapasztalom, úgymond Európában, hogy úgy, mit akarsz, hogyha bemegyek egy helyre? Uh-huh. Nem már. És van-e valami olyan dolog, amit netán negatívumként hoznál fel itt Oroszországban, ami mondjuk nem tetszik, vagy ilyen mindennapi szinten? Hát ez egyet fogsz érteni, de hát ez nem az országnak a hibája, vagy bárkinek, vagy az embereké, de hát az időjárás nyilván hamarabb kezdődik a tél. A tél ugyanúgy van bárhol máshol, de itt hamarabb kezdődik a tél. Ez így van. Ez az egyik. A másik... Pont már készítettem egy videót, és esett a hó, és közben sütött a nap, és hát elgondolkodtam, igen, és azon gondolkodtam, hogy Úristen, kezdődik. Kezdődik bizony. Tehát végül is már október vége van, nem igaz? Igen. Tehát
Ennek már úgymond ideje van. Ehhez már nagyjából hozzá is szoktunk, de mert hogy ezt mindig konstatáljuk, hogy kezdődik, de amikor így jön a január és a hosszú... Mikor nem süt a nap. Amikor nem süt a nap. És ez nem csak Szentpéterváron van, így, hanem Moszkvában is. Ez Moszkvában is. Az nagyon fárasztó, hogy energiádat így le tudja szívni. Budapest ilyen szinten szerintem, ugye ezen a téren előnyben van, ugyanis ugye a Kárpát-medence az északról jövő áramlatokat felfogja, sokkal több a napsütéses óra ott ez egyébként, mint itt. Itt is lehetne, de itt egyébként a Szibériából jövő rossz időt semmi nem fogja föl. Szerintem egy kicsit elkanyarodtunk attól a kérdéstől, de ez nem is baj egyébként, hogy mondjuk mi egy ilyen 5 éves terv? Tehát, hogyha hogyan látod magadat mondjuk az elkövetkezendő 5 évben? Szeretnél itt maradni, vagy szeretnél másfelé kalandozni? Na hát most az ilyen dolgok, hát hol látod magad 5 év, meg ilyenek, ugye ez egy tipikus HR kérdés. Ezek sosem szerettem igazán, de jó legyen. Az tény, hogy nyilván szeretnék itt maradni, hogy miért voltam itt az elmúlt 8 évben. Tehát, hogy ez lenne, hogy szeretnél itt maradni. Persze. Tehát ez azt hiszem, hogy ez az, amit én szerettem volna hallani, mert hogy sokan azt hiszik, hogy itt most annyira rossz nekünk, és annyira térdre rogyott itt mindenki, hogy itt megállt az élet. De most ez nagyon úgy hangzik, mintha itt mi egyfajta propagandát tolnánk, de tök mindegy, engem is kérdezgetnek, amorosan én is, ugye meg fogom, ez nem titok, én is meg fogom indítani, nyilván tőled függetlenül ezt az egész ilyen blogos témát. Ez onnan jött, ez egy más téma, oké. Nem, de nem propagandáról van szó, csak nagyon sok ember kérdezi ezt, amit most mondasz. Akinek tetszik, az egyetért vele, aki nem. Úgyis a hiedelmeket fogják erősíteni, illetve tolják nekünk itt majd kommentben az emberek a sajátjaikat, vitatkozni senkivel nem fogunk. Mi itt élünk, és kész. Ennyi. Igazából igen, sokan azt hiszik, hogy mert hallják azt, hogy itt rossz. De mi élünk itt, és mi tudjuk azt, hogy igazából ez hogy van. Ami engem még nagyon érdekelne, ugye, hogy művész emberként elkezdtél fotózni. Hogy amatőr fotósként kezdtél el, vagy azért már otthonról hoztál valamiféle tudást? Hát nem, ez egy nagyon egyszerű történet volt. Ez egyik barátom ott hagyott egy ilyen középkategóriás fotógépet az asztalon. És kipróbálgattam, ami ott volt kb. 3-4 hétig, és mondtam, hogy már itt van, akkor nézzük meg. Ez olyan 14 környéken. Tehát ez Magyarországon volt? Így van. Ja, oké. Okay. Így van, és hát nagyon tetszett, nyilván akkoriban sokkal jobb képeket csinálva, 13, nem is tudom, mert valahogy így én sokkal jobb képeket csinál, mint az akkori telefonok. Bár ez most is így van, na mindegy, ez egy hosszú beszélgetés lenne. De a lényeg az, hogy igen, nagyon tetszett, és leginkább, ami ezután megtetszett, megtanultam ugye a Lightroom-on, az a Photoshopnak a testvére. Uh-huh. A Lightroom az kifejezetten ugye ez a color correction, a fényekkel való játék, és nem a manipulációnak a felülete. Na nekem az nagyon tetszett, és emiatt kezdtem ezt az egészet. Igazából hogy így kezdődött, hogy csak ott volt egy gép az asztal, aztán vettem magamnak egyet, meg akartam úgymond magamnak érezni a történetet, és aztán most itt vagyunk. De hogy ez egy tudatos dolog volt? Vagy akkor abszolút egy ilyen ösztönös dolog volt, hogy akkor most kattingatok? Mert bocsánat, hogyha ilyen primitíven fogalmazok, de hogy ez... Lementem az utcára és kattingattam az embereket, akik jöttek-mentek. Voltam, akkor elkezdtem utazni, akkoriban még a kedves nézők biztos tudják, hogy 15 környékén azért ide-oda eljutni nem volt egy túl drága dolog, ugye? 20 ezer forintból jobbra-balra mentél a világba. Uh-huh. Bár majd pont nem oda, ahol én mentem, mert én először Minskbe mentem. Uh-huh. Nagyon érdekes volt az a hely, és én ott csináltam az utcán. És milyen szép város. Hát persze. És nagyon tiszta. Borzasztó tiszta. Akkor te is voltál. Patika tisztaság. Az, imádom ezt. Hát ez itt is, és Moszkvában is, de az még tiszta. Nagyon durva, igen. Én ott éreztem meg azt, hogy na jó, hát akkor nézzük csak tovább ezt az egészet. Aha. Na jó. Amúgy, hát igen, tényleg azt elfelejtettem mondani. És akkor ott Minskben voltam, fotóztam, és hát mondták, hogy nagyon jók lettek ezek a képek, volt egy nagy hosszú teleobjektívom akkor, és jó messzire tudtam fotózni az arcokat, úgyhogy nem vették észre, hogy fotózom őket. Ah. Tehát ezek a sorozatok csináltam, Minsk, volt Kiev, volt Moszkva, volt Szentpétervár, és ezek nagyon jól sikerültek az emberek szerint. És úgy mondták, hogy érzem a fényt, érzem az egésznek a lényegét, ezek street fotó mondjuk így, jó? Uh-huh. Tehát ilyen random arcok az utcán. És miért ember?
Tehát, hogy ugye nem vannak természetfotósok, vannak mondjuk épületfotósok gyári, gyár témával, vagy romfotósok. Az most ember változik folyamatosan, az meg egy rom, az pedig egy landscape, vagy bármi, az ugyanolyan mindig, kivéve nyilván változik az, hogy most melyik napszakban fotózzuk. Engem ez érdekelt. Mivel én művészember vagyok, és én vezetem ezt a vlogot. Még mindig. Igen. Hogy az érdekel engem, hogy az összes fotó, amit láttam tőle, ugye az emberekre fókuszál, főleg táncosokra, táncosok mozdulatára, és azok nagyon vividek, nagyon élőek, nagyon, nagyon erős színvilágot használsz. Ugye van ez, ha most nem csal az emlékező tehetségem, akkor egy erős ilyen kékes színvilágot használsz a fotóidnál, hogy arról egy kicsit mesélj nekem, mert engem például nagyon érdekel, hogy ez a kékes színvilág hogy alakult ki, vagy miért indultál el ebben a mozdulatiság irányba, vagy hogyan jött az, hogy táncosokat fotózni, és ezen belül is egyébként a klasszikus balett táncosokat. Így van, hát akkor nézzük az elejéről, hogy jött ez az egész. Ugye már fotóztam, és mikor én már kezdtem ide úgy jobb vagy bal lábbal megbetenni a lábamat ebbe az országba, megismerkedtem különböző arcokkal. Én már jártam egyébként színházba balettra. Magyarországon leginkább... Téged érdekelt a balett? Már akkor igen. Wow. Hát nálunk a család a színházba jár most. És... Dicséretes. Ritkaság. Igen. És jártam oda, és itt is megismerkedtem ilyen-olyan arcokkal, és mondták, hogy nagyon szuperek a képek, amiket láttak eddig tőlem, Instagramon kiraktam ezt-azt. És mondták, hogy hát, hogy ők itt tanulnak az akadémián, és hogy lenne kedvem őket stúdióba fotózni. Na, ez volt az első, amikor ilyesmit fotóztam. És akkor lefotóztam őket, nem tudtam, akkor még stúdiófényekkel dolgoztam, nem tudtam, hogy kell, néztem róla nyilván YouTube-on egy kis gyors talappalást. Jól sikerült az is, abszolút. És ezek után úgy éreztem ott a lányokkal, hogy milyen könnyű és érdekes dolgozni. És akkor hagyd szóljon, miért nem? Mert hogy egyébként a táncosoknak azért a testtudata kicsit jobb, mint a... Na jó, hát az a helyzet, hogyha fotózni egy embert, a barátaimat szoktam fotózni, mert hát nyilván ez egy átok is, amikor fotózom, hogy hát fotózzám, nem jön nyaralni, akkor fotózzám, viszont nem tudnak pózolni rendesen. Még olyan nagyon turista képek lesznek, hogy állunk egy helyben így, és akkor mögöttünk valami béna. De mindegy, viszont a balerináknak adott nyilván a pózok, stb. Tehát ők tudják azt, hogy mi hogy van. Nekem ez egy nehézség volt, hiszen én nem vagyok magam táncos, sose úgymond így, ilyen szinten nem foglalkoztam balettal, a technikai része nincs meg, de idővel nekem is meg kellett tanulni azt, hogy mi szép, mi nem. Te is itt az elmondottak alapján elég sokat utazol a világba, és utaztál a világban. Még azért mondhatjuk, hogy elég fiatal vagy nálam, jóval fiatalabb, és az érdekelne engem, hogy mint azért egy ilyen Európa vagy világutazó, hogy mi az mondjuk, ami téged megfogott Oroszországban, vagy Moszkvában, vagy én sem szeretek hasonlítgatni kultúrákat és városokat, ezért is érdekelne jobban engem az, hogy mi az, ami megfogott. Nem is kell hasonlítani mondjuk Moszkvát Budapesthez, de miért vonzódsz ennyire ehhez a kultúrához, vagy ehhez a közelhez? Mert azért Moszkvában sokkal több időt töltesz el. Így van. Tehát, hogy te kérdés az, hogy mi vonz, és miért vagyok itt egyet. Hát, ez egy olyan dolog, amivel valakit nagyon... Miért nem mondjuk Ciprus? Vagy miért nem mondjuk Párizs? Vagy miért nem tudom én, New York? Van, hát és ez egy nyilván egy nagyon... Olyan, nem lehet azt mondani, hogy ezért vagy azért. Aha. Ez egy több tényezős dolog. Egyrészt a nyelv és a kultúra és az embereknek a hozzáállása az egész, úgy a mindennapokhoz, meglepő szokásaik, a nyelvi fordulatok, meg önmagában, ahogy hangzik a nyelv, az mindig is tetszett. Uh-huh. Tehát, hogy ez számodra már egy elég indok volt ahhoz, A szláv világ, nem konkrétan az orosz, hanem összességében engem a szláv világ érdekel. Uh-huh. Kezdtem lengyelt tanulni például. Szerben is gondolkoztam, viszont azért nem szerbet választottam, mert ahhoz meg kevesebb volt az anyag. A lengyel, ugye lengyelül többen beszélnek, ezért könnyebb lengyelül beszélni. A szerb nyelvet valamiért úgy nincs annyi anyag hozzá, hogy effektíve lehessen tanulni. Oké, angolul, de hát most angolul tanulni nyelvet, az olyan vérszegény.
Na már most engem érdekel tényleg úgy az egész láv kultúra, nagyon sokat olvastam, én nagyon szeretem a zenéiket, a szokásaikat, és ezért járom úgy nyilván ezt a régiót. Azt, hogy ez miért van, az pedig egy olyan dolog, hogy... Érzelmi? Érzelmi? Én nem, például nem... érzelmi. Miért szereti valaki a sportokat? Nem tudom, mert így, mert szereti és kész. Okay. Én nem szeretem a sportot, én inkább a művészeteket szeretem, meg a különböző olyan kultúrák, ami közel áll hozzám, megismerni. Ez nyilván, hogy az ember öregszik, ez inkább tágul ki. Én zenész is vagyok egyben, én dobolni is szoktam. Hát most ilyen banálisnak hangzik. Hát én dobosnak készültem. Volt olyan... Valami új információ. És nyilván, amikor az emberekkel szocializálódni, úgymond zenetéren, akkor úgy azt vettem észre, hogy mindenki, nem csak nálam, hogy úgy van egy ilyen kis ilyen ösvényem itt jelen, és az ösvényem nem olyan akar letérni. Csak onnan szemezgetem, hogy az ösvényem van, egy nagyon-nagyon behatárolt úton jár. Viszont amikor idősödik az ember, akkor már kezdom, hát unalma, ilyen az ember, megunja az első kortsör, harmadik kortsör után egy a sört, ezért akar egy valami mást is inni. Csak hogy mondom, vital. Igen, és ezért én szemezgetek innen, meg onnan, és egyre inkább tágul ki ez az egész történet. Épp ezért, nyilván amikor már ismersz mondjuk a szláv kultúrákat, jól ismered, akkor elkezdesz nézni, akkor picit, akkor mi van még ehhez közel, akkor belenyúlsz a, úgymond a germán, legalábbis ugye, ami a némethez közel áll, stb. Stb. Engem nagyon sok minden érdekel. Ez lehet egy előny, meg lehet egy hátrány is. Ez inkább előny, úgy gondolom. Jöjjön Levente a záró kérdés, mert nem akarlak már többet kínozni, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a röpke kis interjút, és nagyon boldog vagyok, hogy van még egy magyar ember, aki hasonlóan gondolkodik, vagy érez itt Oroszországban, mint én, és jó lenne, hogyha többet találkoznánk a jövőben, és... Ez megoldható, úgy vélem. És az utolsó kérdésem az arra vonatkozna, hogy te adnál-e akármilyen tanácsot, vagy lenne egy-két gondolatod azon kapcsán, hogyha mondjuk valaki ide szeretne látogatni, vagy ajánlanod-e az embereknek, hogy Oroszországba jöjjenek? Hát annak, aki a hiedelmeit akarja erősíteni Oroszországgal kapcsolatban, és ő meg akar arról győződni, hogy ez egy jó hely, annak nyilván most itt akkor mondani, persze. Viszont aki meg az, hogy ez egy nagyon-nagyon biztos, hogy rossz hely, annak még inkább. Persze, most ez egy nagyon jó reklámnak tűnik, amit most itt mi leadtunk, de ez egyáltalán nem erről szól, legalábbis én nem érzem annak. Milyen jó tanács, nem tudom, az a helyzet, hogy én a vízum kérdésében nem vagyok most nagyon otthon, mert... Lehet jönni, nagyon egyszerűen, tudom, elektromos vízumot ki kell tölteni, és tulajdonképpen lehet. Na, akkor te ebből jobban otthon vagy, mint én. Nem tudom, hát akkor kész. Akkor ezek szerint ugyanolyan, viszont hát arra készülünk fel, hogy ez egy jó hosszú út lesz, ugyanis az biztos, amit tudok, hogy nincsen Budapestről, Moszkvából, se Szentpéterbe, se sehova ilyen direct flight. Tehát, direkt repülőjárat nincs. Az, hanem hát vagy Bakun keresztül, ami olcsóbb, ott el lehet kapni, úgyhogy ne kelljen túl sokat várni, vagy ugye Törökországon keresztül, ami hamarabb ide ér, viszont azért ez egy jobban mélyebbre. Még a busz működik Finnországban. De busszal nem lehet jönni szerintem, aki nem orosz állampolgár. Aki nem orosz állampolgár. De most működik a busz. Szerintem most így megkérdeztem. De várjál, busz az működik, csak én, amennyire én tudom, aki nem orosz állampolgár, tehát magyar, teszem azt, az kizárólag repülő úton jött be az országba. De legalább így Levente is kapott egy új információt. Legalábbis én ezt eddig így tudtam. Szóval? Nem, ez a Covid alatt volt egyébként. Aha. Szóval, lényeg, hogy tehát érdekes ország. Hosszú lesz az út. Hosszú lesz most, az út. Tehát most lehet, hogy nem a legjobb helyzet, bár az Isten tudja, mikor lesz jó erre a helyzet. Lehet jönni, lehet jól érezni magadat, olcsóbb lesz, mint hogyha Pesten elmennénk 3 napra. Uh-huh. Oké, itt most ki kell fizetni a repülőjáratot, de itt lenni egyébként nem drágább, mint hogyha Pesten elmennénk bárhol egyébként 3 napra. Sőt. Oké, tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat, és aki szintén jól szeretné érezni magát, aznak welcome. Köszönöm, hogy végighallgattátok. Orosz után olyan megmérlőt jön. Igen. És köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az interjút, és köszönöm neked, hogy rendelkezésre álltál. Paká!